A pedagógusi pálya talán a legszebbek közé tartozik, azonban most nem egyszerű a helyzet. Próbáljunk meg azért egy pár pozitívumra fókuszálni, és aztán arról beszélni, hogy valóban milyen valós problémákkal kell szembenézni. Én abszolút tudok beszélni pozitív attitűdökről, mert valóban szeretem a szakmámat, és nem azért lettem tanár, mert nem volt jobb ötletem, most is nagyon szerettem. Épp ezért van ez az elkötelezettség, amivel próbálunk tanárokat találni most is. Én biztos vagyok benne, hogy senkinek nincs akkora szabadsága, mint a tanárembernek, ha becsukja az ajtót. Ez egy közhely, mindig is elhangzott, de most is így van. Akinek ennyi lélek van a kezében, és ennyit hadhat gyerekekre szenzitív korban, biztos, hogy nincs még egy ilyen. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a szakmát. A nehézségeken túl ugye vannak mégiscsak fejlesztések, és van előre mutató tervek is. Mikbe lehet most kapaszkodni, és mi az, amit lehet látni akár a következő tanévkezdéssel kapcsolatosan? A terveket és az előremutató ügyeket belül találjuk meg. Mi a belső szabadságunkat próbáljuk fenntartani és erősíteni, mert a közoktatás általános helyzete ma erősen problematikus, nem szeretnénk panaszkodni, az semmit nem visz előre, és ezek a gyerekek ránk vannak bízva egyszer elsősök, egyszer harmadikosak, nincs arra idő, hogy a saját ügyeinket általuk képviseljük, de kétségtelen, hogy muszáj, artikulálódik őszre egy nagyon komoly, akut helyzet a pedagógus társadalomban, lehet, hogy így lesz, abszolút egyet is értek, minden kollégámat abban bátorítok, hogy ők lépjenek föl, hogyha érdekképviseletben lehetséges, de itt belül mi megtaláljuk a szabadságunkat. Ez egy olyan iskola, ami az autonómiáját még ebben a közoktatási helyzetben is őrzi. Nem csak a 7 szokás programunk által, de általában is úgy, hogy a kollégáim azt érzik, hogy bent, amikor a szakmájukat űzik, rájuk van bízva szinte minden, az egy óriási hajtóerő még mindig. Hogyan készülnek erre a tanévkezdésre? Ugye nagyon sok mindennel szembe kell azért nézni. Például nem tudom, hogy az iskolákat hogyan érintheti ugye a rezsik emelkedése. Erre is gondolni kell, hiszen jönni fog majd lassan az ősz, illetve a tél. Igen, mióta nem vagyunk önálló gazdálkodók, 2013, illetve 16 óta. Mondhatnám, hogy a rezsi változások közvetlenül nem érintik az iskolát, van jó gazda, majd megoldja, de nyilván ez egy primitív megközelítés, minden, ami az emelkedő rezsi miatt a tankerület problémája lesz, azt majd máshol meg fogják húzni az iskolán. Valószínűleg egyre több olyan helyzet lesz, ami most is látható az udvaron, hogy amikor nincsen általános nagy összeg felújításra, udvarrendezésre, festésre, akkor a gondnokunk és a karbantartónk minden erőt mozgatva gyönyörűen megoldja a korlát, a lábazatfestés, a térkő felváltása, füvesítéssel helyzetét, de mindenképpen érinteni fogja áttételesen az iskolát. Ezek a tárgyi feltételek. Személyi ügyben nálunk nyilván erről most sok szó esik, szintén igaz, hogy felállt 5 kollega, nagyon fontos hangsúlyozni, összességében 6, de abból 1 nyugdíjba ment, 2 elhagyták a pályát, 2 alapítványi iskolában mentek, 1 magánéleti váltás miatt közelebb a lakóhelyéhez, de akkor is felálltak 6-an, nekünk ezt meg kell oldani őszre. Valószínű az iskola presztízsének, Budaörs erejének és a médiába küldött segélykiáltásnak köszönhetően megvannak az új kollégák, nekünk ilyen típusú gondunk össze. Még nem lesz. Többször készítettem riportot már pedagógusokkal, de még nem kérdeztem meg azt senkitől, hogy hát nagyot változott a világ, nevezzük ezt változásnak, inkább az a jó, tényleg az a jó szó, tehát nem fejlődés, nem biztos, hanem változás. Vajon az egész pedagógiai rendszernek az újragondolása, a struktúrának a működése, az megvalósulhat? Nem kell egy egészen más rendszert, egy kicsit talán korszerűbbet kitalálni? Nyilván a hagyományos és jó alapokat megtartva. Ez folyamatosan zajlik, ebben biztos vagyok. Minden jó és kevésbé jó iskola szembesült azzal rég, hogy azzal a típusú poroszos szóval illetik, bár én ezt nem szerettem, mert a poroszos iskola nagyon eredményes volt egyébként, persze az a kérdés, hogy mi a cél a társadalomban, de biztos, hogy rég szembesültünk azzal, hogy új módszerek, új megközelítések kellenek. Az a normális, hogy egy iskola ezt szervesen éli meg. Nálunk ez lezajlott, 2010 óta minimum a 7 szokás program kapcsán módszertani változások, szervezeti átalakítás zajlott, szülők felhatalmazása, diák felhatalmazások, új tantárgy bevezetése a 7 szokás kapcsán, életvezetési tanácsok, de azt gondolom, hogy minden pillanatban, amikor a gyerekek közé lépünk, érezzük, hogy a felgyorsult világ
a tabloid nagyságú szövegek, a 2 másodpercenkénti ingerváltás miatt, ugyanazt már nem tudjuk elérni ugyanolyan módszerekkel, mint régen, de mi békésen és folyamatosan alakulunk át. Nem mondom, hogy hozzájuk alkalmazkodva, ez egy folyamatos egyensúlyt igényel, nagyon gyakran ők alkalmazkodnak még hozzánk. Mi az a gondolat, amit szeretne küldeni azoknak a családoknak, gyerkőcöknek, akik most fognak először belépni az iskola kapuján, mert ez egy csodálatos pillanat? Én nagyon hiszek abban, hogy az elsősöknek az iskola biztonsága az rengeteg erőt ad. Elsőben eldől minden, a tanuláshoz való attitűd, az egész iskolához való viszony eldől, elromolhat egy életre. Én azt gondolom, hogy az a legnagyobb feladatunk, hogy ezt az átmenetet, ami az óvodásból iskolást készít, ezt minél biztonságosabban és nyugodtabban megoldjuk, ez itt így lesz. Összesen hány elsős osztály indul? Nálunk mindig 2. Egy-két évben van kivétel, de azt mindig bánjuk utána 8 évig. 66 elsős jön hozzánk évelején. Hát akkor várjuk őket nagy szeretettel, és remélem, talán itt is leszünk az évnyitón. Köszönjük, így van.